Jó estét kívánok mindenkinek, remélem, hogy hallatok. Igen, Igen. szia. Sziasztok. A nevem László Pintér. Én Horvátországban élek, Zágrában élek, de Budapesten már több mint 10 évvel tartunk műhelyeket, és testorientált iskolánk is van, pszichoterápiás iskola, hogy remélem, hogy a magyar nyelvem nem lesz nagy probléma, mert nem tökéletes, úgyhogy remélem, hogy megértetek benne. Csak egy pillanat, hogy mindenkit lássak. Először a témáról fogok beszélni, az előadásról fogok beszélni, a második részében meg az iskolánkról, a programunkról, ha esetleg valakit érdekli, hogy kapjon információt róla. És a végén lesz, vagy a minden részének a végén lesznek helyek, hogy kérdést tegyetek fel. Leginkább úgy szeretném, hogy ne chatten írjátok, hanem mondjátok így ki magatok a szavakban, akkor interaktívabb lesz, és nekem is könnyebb lesz válaszolnom a kérdéseitekre. Nem tudom, hogy voltatok idáig ma az én előadásaimon, mert tartottam már magyarul előadásokat, vagy mindannyian újak vagytok. Voltatok valaki? Volt? A chatbe írjátok, hogy ha voltatok, hogy tudjam, hogy hányan vagytok, akik már voltatok. Igen, csak tegyetek oda a chatbe, hogy tudjam, hogy voltatok. Szóval heten voltatok, amit ma 80 is voltatok, 10 most már többen vagytok, igen. Akkor sokan voltatok. Úgyhogy lehet, hogy egyik része az előadásomnak ismétlés lesz. A képeket, amiket mutatok, egyik részét már láttátok, de úgy fogok már ma beszélni a témáról, hogy megértő legyen, új szempontból nem ugyanolyan legyen, mint múltkor volt. Szóval a mai téma a testorientált megközelítésről beszél, a pszichoterápiáról, ahol a test is be van hozva a pszichoterápiával. Szóval, hogy a mi megközelítésünk valójában egy ilyen pszichoanalitikus alapon van felépítve, szóval hasonló, mint a pszichoanalitikus megértés, hogy gyermekkorunkban történt valami, és ez a valami traumát okozott, és mostan a felnőtt viselkedésünkre is kihat, szóval a múltunk kihat a mai viselkedésünkre. Ebből a szempontból hasonlóan analizáljuk, mint a pszichoanalitikus megközelítésekben is a témákat, de a mi különbségünk az, hogy a testtel dolgozunk, szóval, hogy azt, ami a érzelmekben meg a elmében történik, azt nem bírjuk elválasztani a testünktől, és valójában egy unióban működik a viselkedésünkben. Úgyhogy, ha a változást akarjuk létrehozni, akkor muszáj, hogy a testtel is dolgozzunk, hogy a testen keresztül tapasztaljuk az érzelmeket, amik megakadtak bennünk. És szintén, hogy a testen keresztül befejezzük azokat a ösztöni indulatokat, érzelmi indulatokat, amelyikeket nem tudtuk befejezni gyermekkorunkban, amikor a gyermekkori fejlődési traumák miatt az mindannyian, akik érdeklődtetek a témát, tudjátok, hogy a trauma kihat az idegrendszerünkbe, hogy kihat a viselkedésünkre, és hogy nem bírunk könnyen szabadulni a trauma hatásától. Szóval a trauma okozza azt, hogy felnőtt korunkban nem bírunk befejezni a dolgokat az életünkbe, amiket be szeretnénk fejezni, vagy ahol valósulni akarnánk. Akkor én mostan elkezdem egy pár képben megosztani a témát.
pillanat. Ugye mostan lássátok ezt a PowerPoint képet, amit megosztottam, úgy van? Igen. Igen. Szóval, egy pillanat. Szóval azt jelenti, hogy tapasztaltunk valamit, valamikor, ami az idegrendszerünknek túl sok volt, és az énünk, az egónk nem bírta egészségesen feldolgozni, az idegrendszerünk meg az énünk nem bírta egészségesen feldolgozni ezt a tapasztalatot. És része a tapasztalatnak úgy hatott ránk, hogy muszáj volt, hogy diszociáljuk magunkat ettől a túl soktól. De mivel az idegrendszerünk ezt tapasztalta, ez kihatott rá, és ez a rövid zárlat, ez a traumatikus rövid zárlat bennmaradt az idegrendszerünkbe, mink elváltunk tőle, el akarjuk kerülni később az életünkbe, mindig, mikor ilyen hasonló reakciók megindulnak belőlünk, szóval amikor aktiválja valamilyen trigger, valamilyen kapcsolódás, beaktiválja megint ezt a hasonló félelmet, ami a traumánkhoz kötődik, akkor mink el akarunk szökni ettől, vagy valahogy el akarunk válni ettől, vagy le akarjuk győzni. Valahogy nem akarnánk őszintén találkozni ezzel az érzelmekkel, mert túl sokak voltak akkor nekünk, és mostan se szeretnénk, és ez miatt valamilyen stratégiát kellett, hogy találjunk, hogy elkerüljük. És itten fontos tudni, hogy a korai gyermekkorunk fejlődésébe a mi idegrendszerünk az anyukánk idegrendszerével együtt fejlődött. Szóval mink mostan az utolsó 10 évben a kutatások, 10-20 évben a kutatások arra mutatnak, hogy a anya-magzat kapcsolat korunkban mink állandó hatás alatt vagyunk, az anyunkánknak a hormonális hatása alatt vagyunk. Szóval a vérén keresztül, a placentán keresztül magunkba is beleáramolnak, belejönnek a testünkbe a hormonok, amik az anyukánk vérébe keringenek. És ezek a hormonok, különösen a stressz hormonok rossz hatással hatnak ránk. És már mielőtt születtünk, ha nagyon sok stressz tapasztalt az anyukánk, ha se stressz hatott ki az anyukánkra, ez a stressz a mi testünk formálását is alkalmazza. Szóval kihat arra, hogy milyen lesz a testünk, mielőtt még születtünk, hogy hogy fejlődnek a sejtek, az idegrendszerünk, és már születésünkben is már egy ilyen feszültséget hozhatunk a világra, amit nem mi tapasztaltunk, hanem az anyukánk tapasztalta, és mivel csak azért, mert az ő hormonális hatás alatt voltunk. És ez a hatás később is, ahogy megszületünk, a születésünk után is, nagyon az anyukánk hatás, idegrendszer hatása alatt van a mi idegrendszerünk. Mink magunk az autonóm idegrendszerünket nem tudjuk korlátozni, különösen nem tudjuk megnyugtatni, egy paraszimpatikus nyugvást nem tudunk magunkhoz építeni, magunkhoz hozni, ha az első egy-két évünkben az anyukánk ebben nem segít. Ő kell, hogy lenyugtassa az idegrendszerünket, hogy megnyugtasson bennünket, és hogy az idegrendszerünket lecsillapítsa, mikor pihenésre van szükségünk. A biológiai szinten mi nekünk erre nagyon a mi fele is. Szóval nem bírjuk osztani a mi idegrendszerünket a anyukánk idegrendszerétől, vagy attól a felnőtt ember idegrendszerétől, aki az anyuka szerepét játszotta az életünkbe. És ezt úgy is kell tapasztalni,
vagy úgy látom én, hogy mindig jó kérdés, amit feltehetünk magunknak, hogy valójában ezektől a félelmek neurotikus reakcióktól, amiket én tapasztalok, mi tényleg az enyém, és esetleg mi jobban nem az enyém, hanem jobban az anyukámhoz kötődik. Hogy bírom ezt magamba valahogy először kognitívan is megérteni és elválasztani, hogy ez nem csak az enyém, ez mintha nem az enyém lenne, hanem valahonnan máshonnan jön. Szóval, ha ezt a fajta regulációt, egy egészséges regulációt nem kaptunk elég mértékben meg az anyukánktól, vagy a felnőttektől, akik az anyuka szerepelték a gyermekkorunkba, akkor felnőtt korunkban is ez problémánk lehet. Nem tudjuk korlátozni a feszültségünket, a stressz hatást magunkra, ha ezt nem kaptuk meg gyermekkorunkban. Most felnőtt korunkban kell, hogy megtanuljuk. Szóval ezen a képen, itten a traumatikus válaszokat ábrázolja ez a kép. Mostan a idegtudomány, meg a pszichoterápiás tudomány arról beszél, hogy mi nekünk négy fajta reakciónk van a traumára. Az első reakció az a fight, vagy a másik feléről megyünk, a flight, a menekvés, vagy a szökés. A második reakció harc, vagy a fight. Harmadik reakció lehet a freeze, meg dermedés, meg lefagyás. Vagy a negyedik reakció a hizelgés, vagy a foam reakció, hogy az angolul írják. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy attól függve, hogy a mi idegrendszerünk hogy reagál, szóval az epigenetikai, meg genetikai szinten mit örökültünk az elődeinktől, és milyen fajta és milyen erélyes volt a traumatikus élményünk gyermekkorunkban, vagy később is, ettől fog függni, hogy az idegrendszerünk hogy fog reagálni. Ez az autonóm idegrendszerünktől függ, az reagál ezzel a négy móddal. Az első két mód, ez egy túlzásba vitt szimpatikus reakció módja, szóval a flight meg a fight, ez ilyen szimpatikus reakció, szóval a szimpatikus idegrendszerünk aktiválódik a stressz alatt, és akkor valami, vagy meg akarunk szökni, menekülni, vagy ha úgy vesszük észre, hogy esetleg lebírnánk, esetleg győzni, ellenállhatnánk, akkor harcolni fogunk. És ezt tehát a reakciókat még evolúció szinten örökültük, szóval nem csak a családi körbe, hanem szintén a túlélési szükségünk miatt muszáj volt, hogy az ellenségekkel harcoljunk, az állatokat legyőzzük, hogyha támadtak bennünket, mint emberi faj, vagy megszökjünk tőlük, ha úgy vettük észre, hogy túl erős az állat, vagy túl erős az ellenség. És az a baj, hogy a neokortális fejlődésünkben ezzel, hogy emberi agyat építettünk föl, hogy nagyon fejlett agyat építettünk föl, mint emberi lények, ez a reakciók nem múlanak el, mikor a veszély múlik, hanem tovább is az idegrendszerünkbe a trauma miatt reciklálódik, újból és újból pörög bennünk. És akkor láthassuk a viselkedésünkről, hogy valaki a trauma arról bírjuk, nem lássuk, hogy traumatizálta a személyiségünk, vagy a személyisége valakinek, de azt lássuk, hogy valaki ezt a menekülési módon fog viselkedni a mindennapjaiba. Szóval ez a menekülési módot ez a munka
mániásság mutassa, vagy a állandó mentalizáció, vagy a obszesszív-kompulszív gondolkozás és viselkedés, erős szorongás, esetleg pánik helyzetek, vagy pánik rohamok vannak, vagy túl erős perfekcionizmus. Szóval ezek a vonalaink a személyiségünkbe arra utalnak, hogy a mi reakciónk a traumára esetleg jobban ez a menekülősi mód volt. A másik mód, ami meg lehetett volna, megtörténhet, az meg arra utal, hogyha valaki dührohamos, agresszív, irányított viselkedésű, másikakat szereti irányítgatni, erőszakos viselkedésű és erősen egocentrikus, narcisztikus, impulszív viselkedése van, ez azt jelenti, hogy az ő idegrendszere valahogy a harcba maradt. Szóval a trauma nyomjai arra utalnak, ez a harci viselkedést mutassák. Ilyen személyisége lesz. És a másik kettő, ez a kékben kettő trauma válasz, a megdermedés és a hizelgés, ezek azt arra mutatnak, hogy a szimpatikus aktiváció nem sikerült, és a trauma még erősebb hatású volt, szóval nem tudtunk se megmenekülni, se harcolni, akkor a idegrendszerünk mélyebbre, az autonóm idegrendszerünk mélyebbre esik, és egy dorszális paraszimpatikus reakciót aktivál bennünk, ami egészségtelen, nem egészséges reakció, szóval, hogy túlzásba mentünk a paraszimpatikus lefagyással. És ennek a nyomai a felnőtt viselkedésünkbe, mikor mindennapi viselkedésünkbe, például a megdermedésnek a jelei az, hogy nehezen hozunk döntéseket az életünkbe, esetleg nagyon passzívak leszünk, mozdulatlanok, nem szeretünk nagyon a testünket, nem szeressük mozgatni. Szintén erősen a diszociatív viselkedés is ott lehet, vagy a beszélgetésben, hogy elmegy a figyelmünk. Pillanat, a záromat be kell, hogy kapcsoljam, mert elmegy a zárom a gépemből. Valami miatt nem reagál. Jó, megcsináltam, rendben van. Szóval a diszociáció azt jelenti, hogy annyira erős volt a hatása a traumának, hogy lesznek ilyen szakadások a gondolkozásunkba, vagy a érzelmi viselkedésünkbe. Hogy mintha egy pillanatra eltűnne a tudatunk, és akkor nem tudjuk, hogy kapcsolódni ahhoz a gondolathoz, ahonnan indultunk, vagy az érzelemhez, ahonnan indultunk. És szintén lehet ez, hogy izoláljuk magunkat, elkülönlődünk a másikaktól, és szintén a tompasság is ennek a jele, ennek a lefagyásnak a jele. A második hasonló reakció, ahol nem a fight-flight-ból működünk, hanem jobban ebből a dorszális paraszimpatikus reakcióba, ez a, amit hizelgésnek hívunk, hogy túl nagyon meg akarunk felelni a másiknak, nincs egy ilyen erős személyiségünk, hanem így eltűnünk, az akaratunk meg a határaink gyengék,
És szintén minden elbír árammalni bennünket, az érzelmek, a másikak érzelmei elárammolnak bennünket. És szintén a jele a szimbiotikus tapadás, hogy oda ragadunk a másikhoz, és valahogy, mintha a másiknak átadnánk az akaratunkat. Szóval ez a négy reakció a klasszikus traumatikus válaszokhoz tartozik. Szóval ez a négy fajta reakciót, ha magunkba észreveszünk, ennek az a jele, hogy valahogy a traumánkhoz kötődik. Tovább megyünk. Láttátok ezt a múltkori előadásom is mutattam, ezt a képet, ha valaki volt. A mi megközelítésünk testorientált a Core Energeticsből, meg a neorajhiánus megközelítésekből indul. Szóval Wilhelm Rajha testorientált pszichoterápiának a kezdője volt, ő kezdte a testorientált pszichoterápiát hangsúlyozni, és ő volt a felfedezője. Ez az ő könyvéből való kép. Ő arról azt vette észre, hogy a trauma az introjektot okoz bennünk, szóval, hogy magunkba, az idegrendszerünkbe, de szintén a testünkbe is beleépítünk egy ilyen szorongó, félelmes reakciót, amit ez a piros, fekete pont itten jelöli. És mikor a elsődleges impulzusunk, szóval akármit akarunk az életünkbe csinálni, indul a benti énünkből, belülről, milyen a testünkből, meg a énünkből, a központunkból, kifelé, a periféria felé, a megjelenése nem spontán és nem teljes, hanem megakadás történik az ízületeinkbe, az izmainkba és a testünkbe. Az egész idegrendszerünk az izmokat is összehúzza, visszahúzza. A hangunk nem tiszta, nem nyitott hanggal beszélünk, a testi mozdulatunk nem fejeződik be, hanem ilyen félbeszakadt, vagy másfajta szimptoma jelenik meg, ahonnan lássuk, hogy az elsőleges impulzus valahol megakadt. És akkor az történik, hogy egyik része az életerünknek az izmainkban marad, meg a testünkbe vissza marad, és visszajön irántunk, magunkba nyomjuk, magunkba zárjuk. A másik része meg ilyen másodlagos, szekundáris impulzus lesz, aminek lesznek neurotikus tünetei, ahol a kifejezése a megjelenésünknek nem lesz teljes és nem lesz nyitott. És ez a testi páncél, amit ezzel a szürke, vastagabb körrel van szimbolizálva, ami az izmainkban, meg az egész testünkben megjelenik, ez egy állandó szorongás magunkban. És ez nem csak egy ilyen szorongás a testünkben, hanem azt jelenti, hogy mink állandóan egy nagy mennyiséget az életerünknek arra használjuk, tudatlanul, arra használjuk, hogy védjük magunkat egy ilyen elképzelt trauma ismétléstől, attól, hogy a trauma megint meg fog ismétlődni. És ez körülbelül úgy néz ki, mintha minden nap 20 kiló több súlyt vinnénk magunkon, mint amennyi a súlyunk. Szóval ezek az izom szorongások tényleg energiát használnak, és nem csak, hogy a pszichánkra, az elménkre hat ki, hanem a testünket is kifárasztja. És nem csak, hogy kifárasztja, hanem magunk felé szorítsuk az agressziót, a destrukciót, és ez kihat az egészségünkre, nem csak érzelmi szinten, hanem szintén a testi szinten is kihat az egészségünkre. Hosszú távú betegséget hozhat. A
A Reich, Wilhelm Reich a testet szétosztotta ilyen részekbe, mert azt vette észre, hogy különféle korszakban a traumák másképp hatnak ki a testet. Azt vette észre, hogy a fejünk, a szemünkre, meg az arcunkra, az állkapcsunkra hatnak ki, ottan szorulunk legjobban be, azért, mert mikor megszületünk, mikor születtünk, akkor nem tudtunk a kezünket, meg a lábainkat nem tudtuk használni még felnőtten, nem tudtunk megszökni a veszélytől, és az egyetlen mód, hogy valahogy védekezzünk attól, ami túl sok volt, ami frusztrált, meg fájt bennünket, az volt, hogy a szemünkkel összeszoruljunk a szemünkbe, úgy, ahogy a félelem reakció, az én szemeimet megnézitek most, akkor az azt jelenti, hogy a félelemre úgy reagálok, hogy összeszorítom a szemeimet, és mintha meg akarnák szökni a szemeimből, és ez a reakció a félelem reakciója, és ha a sok félelmet és bizonytalanságot tapasztaltunk az első hónapainkban, vagy az első évünkben, az életünk évében, akkor a szemeink nagyon feszültek lesznek, és az egész szemring, vagy a okuláris ring, ahogy a Reich nevezte, ezek az izmok itten a szemünk körül egészen hátul egy ilyen ring alakúan be fognak szorulni. És ez tudatlanul állandóan feszültséget viszünk itten. A második szegmens a szájszegmens, vagy az orális szegmens, ahol a későbbi felüdősi szakaszainkban, amikor a szopáshoz szoktunk, és fontos, hogy az anyukánkkal egy szoros kapcsolatban legyünk, és hogy táplálva legyünk az anyukánktól. Ha ez jó ment, akkor az orális szegmensünk szabad lesz, az állkapocsunk nem lesz beszorulva. Ha itten fájdalmat tapasztaltunk az anyukánk ebbe a korunkban nem tudta szeretettel megadni a biztonságot, sokszor esetleg nem volt otthon, nem volt velünk, magunkra voltunk hagyva, vagy több kézbe vett, sokan kézbe vettek, és nem volt egy valaki, aki tényleg törődött volna velünk, akkor ez az orális szegmens lesz nagyon aktívan összeszorulva. Szóval sok feszültség lesz az arcunkba és az állkapcsunkba és az izmainkba. És így tovább is, ha lemegyünk, akkor a torkunk akad meg, és ahogy a fejlődés lassan, a testünk fejlődik, és talán második évünkben megtanultunk beszélni, és szintén az első lépéseket is az életünkben meg tudtuk tenni, akkor most már a hangunk is beszorulhat, szóval ha azt, amit mondunk 2-3 éves korunkban, amikor elkezdtünk beszélgetni, állandóan valaki lehalkít, és nem adja, hogy kifejezzük magunkat szabadon, vagy azt, amit mi mondunk, le van tagadva, nem van sehogy elfogadva, akkor a torkunkkal és a szavakkal lesznek problémánk, a beszélgetésünk nem lesz szabad. Itt lesz megakadás a torok szegmensbe. És mostan így lassan az egész testünk, 2. év után, akkor már az egész testünk jobban leszorul a későbbi traumákkal. A negyedik szegmens, a mellkas szegmensünk, a szívünk szegmense, az érzelmektől függ, hogy mennyire szabadon érezhettük azokat az érzéseket, amiket éreztünk, mennyire szabadon tudtuk kifejezni, mennyire volt ez elfogadva, meg támogatva a környékünktől, a szüleinktől. Attól fog függni, hogy a mellkasunk szegmens, hogy mennyi blokk lesz a mellkasunkban, meg a hátgerincünk fönti részébe, vállainkba, kezeinkbe. Rekeszizmunk az ötödik szegmens, ami fontos az érzelmi állapotokhoz. Minden reakció, ami túl sok érzelmileg, mink először, amit csinálunk, az, hogy megállítsuk a légzést. Ha valami történik, ami minket megijed, vagy kényelmetlennek tapasztaljuk,
abba hagyjuk a légzést, összeszorítsuk a rekeszizmot. Ezt tudatlanul az autonóm idegrendszeren keresztül csináljuk, nem gondolkozunk ezen. Úgyhogy a rekeszizom is fontos szegmens, és sok munka a testorientált terápiában van, különösen a rekeszizom kinyitásával, azért, mert az ösztöni energiák a beleinkből, a gyomrunkból és a medencéinkből, a szexualitás, meg a lábainkból az ösztöni erő, hogy fel tudjon áramolni a szívünkbe, és később a torkunkba, a fejünkbe, hogy ki tudjuk fejezni ezt az ösztön impulzív részeinket. A rekeszizommal bírjuk ezt tehát leszorítani. Ha félünk ezektől az ösztöni tapasztalainktól, nem voltak elfogadva gyermekkorunkban, nem voltak támogatva gyermekkorunkban, akkor különösen a rekeszizommal próbáljuk leszorítani ezeket az impulzusokat, hogy ne emelkedjenek föl a szívünkbe és a fenti testrészünkbe, ne fejezzük ki őket. A has szegmens is nagyon fontos rész, ahol az enterikus idegrendszerünk van, a beleinkben nagyon sok idegsejtek vannak, amik a evolúció szinten az első idegsejtek voltak, akkor a több ideg szervezetünk fejlődött ki. Szóval az idegsejtek, a beleinkben az a legöregebbek, azok a korai evolúcióhoz, az emberi előtti evolúcióhoz tartozik, egyáltalán az idegrendszer evolúciójához, amikor a testünk, mint a gilisztánnál, nem a mi testünk, hanem az állatok teste, a giliszta alakú volt, ahol az idegrendszer kezdett fejlődni. Ennek a rudimentális, vagy a rudimentális, hogy mondják, maradéka a mi beleinkben is megtalálható. Szóval a belekben az idegrendszer evolúció szinten sokkal öregebb, mint a fejünkben az idegrendszer, az később fejlődött ki evolúció szinten. Úgyhogy itt nagyon sok ösztöni reakció, intuíció, jólétfélelem érzést, ezek a idegrendszerünk, az enterikus idegrendszerünktől függ, hogy fogunk működni. Ha ez szabad, perisztaltikánk szabad, akkor az ösztöni idegrendszerünk szinte szabadabban fog működni. Reagálunk impulszívabban és természetesebben. Ha ez le van fagyva, akkor nem lesz ilyen ösztöni reakciónk. Nagy túl sok reakciónk az ösztönünkből nem fog feljönni. És szintén a szexualitásunk is, ha a rekeszizmunk le van szorítva, akkor az nem bírja, a szexuális impulzusok nem bírnak a szívünkkel együttműködni. Szeparálva fogjuk tapasztalni a szexuális impulzusainkat a szívünktől. Nem tudjuk könnyen összehozni ezt a kettőt egybe. És ez akkor az életünkben szintén problémát bír okozni a kapcsolatainkba. És innen ettől a szegmens analízistól a Reich már 30-as években észrevette, múlt század 30-as, 40-es éveikbe észrevette, hogy hasonló testű klienseik hasonló pszichikai problémákkal jönnek. Szóval hogy ha meglátta a klienseknek a testét, már lassan észrevette, hogy milyen fajta problémákat hoznak, érzelmi problémákkal fognak küzdködni. És ebből kifejlődött ez a öt karaktervédelem térképe, ami az alapja a mai karaktervédelem munkának, szóval ezt a Loven, Alexander Loven és John Pierakos hozták, a könyveikbe leírták, és később az ő bioenergetikában, meg a korenergetikában tanították az embereket erről a megközelítésről. Itten pont arról van szó, hogy ezek a korai megakadások, a fejlődések a fejlődéseinkben, a szükségeink nem voltak kitöltve minden fázisban, ebbe az öt fázisában a fejlődésnek, és ha fixációk történtek, vagy akadályok történtek, erős akadályok, akkor erősebben kifejlesztettük e fajta védelmeket, az első a skizoid, a második
Az orális, a harmadik a mazohisztikus, negyedik a pszichopatikus, és a ötödik a merev védelem. Ez azt jelenti, hogy a skizoid védelem az első hónapokban, még a anya méhében megtörténhet, ezek a fajta traumák. Az orális védelemnél a traumák a szopáskorunkban történnek, mikor az anyukánktól és a szopáson keresztül nőlünk fel, az is a neve orális, és ez olyan 2 éves korunk tart, és a következő védelem a mazohisztikusen 2-4 éves korunkig tart, amikor ebbe a szakaszban vagyunk, amikor a mazohisztikus és a pszichopatikus védelem is megjelenhet. A mazohisztikus védelem egyfajta megakadály ebbe a korai szocializációnkban, 2-4 éves korunkig, a pszichopatikus meg szintén ebbe a korszakba történik, csak egy másfajta megakadás. Az utolsó, ez a 3,5 év utáni akadályok okozzák a merev vagy a rideg védelmet. Ottan külön megint másik szükségek vannak aktiválva, amik természetes szüksége ehhez a 3-4 éves korunkhoz kötődnek, vagy a 5 éves korunktól tovább is kötődnek. Most ezekről a szükségekről mondok egy pár szót, hogy megértsék, hogy miről van itt szó. Szóval az első skizoid védelemnél az első kapcsolat érzet, a legfontosabb szükségünk az, hogy megszülettünk, és hogy az idegrendszerünk ne legyen izgatva kortizollal és félelemmel. Szóval, hogy megtapasztaljuk azt, hogy ez a világra jövés egy biztonságos helynek tapasztaljuk, hogy az idegrendszerünk és a én megszokja a kinti világot. Ha túl sok félelem, túl sok káosz van körülöttünk, ha az anyukánk kiabál, vagy veszekesznek a szüleink, vagy a családunkban ilyen kaotikus szituáció van, vagy a családunk olyan helyen él, ahol nincs nyugság, vagy nincs olyan hely, ahol a gyerek meg tud nyugodni, és az anyukája se adja ezt a nyugvást a gyereknek, akkor a félelemhez fog kötődni a gyerek, és egy ilyen bizonytalan tapasztalat lesz a testbelevés, egy bizonytalan és egy félelmetes tapasztalat, és valójában a személyiségünk, ha erősen ebbe a skizoid korszakba traumatizálva volt, akkor le lesz fagyva, és mintha nem akarnánk érezni a testünkben magunkat. És legtöbbször a klienseink arról is beszélnek, hogy valójában nem tudatosak, hogy nagyon, hogy mi történik a testükben. Az egész életet jobban a gondolatokban, meg a fantáziában tapasztalják. Szóval, hogy mi történik a testben, hogy érzik a testüket, az nem lesz nagyon fejlett náluk. A következő védelem, az orális védelem, ahogy mondtuk, itten a fő szükségünk a biztonság mellett az, hogy egy biztonságos módon táplálás, nem csak a tej, az anyai tej, hanem szintén a biztonság, a szeretet, a tapintás, a testi kapcsolat, az, hogy ölelve legyünk, és hogy biztonságot adjon az anyukánk testi szinten. Szóval az étkezés, táplálkozás, de ez érzelmi szinten is történik. Ha itten nem kapcsolódtunk az anyukánkhoz, de ettől nem kapunk eleget, nagyon keveset kaptunk, akkor a testünk szintén egy ilyen nem nagyon fejlett, nem izmos testet fogunk fejleszteni, hanem egy ilyen vékonyabb, ilyen, hogy mondják itt, a mellünkbe visszahúzó, hogy mondjuk ezt, tehát egy ilyen kollapszusban lévő testformát fogunk csinálni. Fáradt kollapszusban lévő test fog alakulni.
Szóval a testünk nem lesz energetikailag tele, hanem jobban egy ilyen fáradt, összeesett állapotban fog fejlődni. Az izmok nem fognak kifejlődni felnőtten. És szintén itten a érzelmi világunkban mindig egy ilyen elégedetlenség fog lenni, és érzelmileg úgy fogjuk érezni, hogy senki nem akar törődni velünk, senki nem szeret bennünket, mindenki elhagy bennünket, lemond rólunk, és nem akar foglalkozni velünk. Szóval az életünkben ez az érzés, hogy semmiből nincs elég nekünk, nem kapunk eleget, érzelmileg se, meg máshogyan se, ez lesz a fő témánk. Hiány, hiányok. A következő védelem ez a mazohisztikus, itten lássuk, hogy egészen másmilyen testet fogunk létrehozni, és itten a fő szükség, mikor megtanulják az első lépéseket meg tudjuk csinálni, és szintén szociális fejlődéshez jövünk, úgyhogy tudunk beszélgetni és tanulni, szocializálódni. Itten a legfontosabb szükségünk, hogy az anyukánk támogassa ez a függetlenséget bennünk, az autonómiát. Hogy azt, ahogy mind tapasztaljuk az életet, legyen támogatva, különösen a pozitív tapasztalataink, és bátorítva legyünk. A szüleink ebben a korban fő hibája az, hogy lefolytsák és letörik az akaratunkat. Hogy úgy kell, hogy viselkedjünk, ahogy a szüleink akarják, és hogy a mi impulzusainkat a szüleink lekorlátozzák, túlzásba vívják, és egy ilyen visszatartó személyiséget fogunk kiépíteni, ahol nem tudjuk magunkat nyitottan kifejezni, és jobban egy ilyen panaszkodó módon fogunk panaszkodni, hogy mennyire sokat szenvedünk, milyen nehéz az életünk, és hogy senki se ad nekünk elég szabadságot, nem állandóan valaki kontrollál bennünket. Szóval nem tudjuk magunkat az első helyre tenni. Mindig valahogy a háttérbe tartsuk magunkat. És ez egy ilyen fájdalmat okoz, amit úgy érezzük, hogy az életünk ilyen depresszív állapotban fog történni. Nem lesz sok élvezet az életünkben. A testünk itten túlzásba nehéz lesz, kilókat fogunk összeszedni, az étkezésen keresztül találjuk valahogy a szabadságot meg, vagy valamiféle szabad akaratot, ahol nem bírnak korlátozni bennünket. És ez probléma lehet az életünkben. Következő védelem a pszichopatikus. Ez szintén ebbe a korba, a szocializálódás korába történik, 2 éves korunktól kezdődik, ahol a manipuláció a fő probléma. A szüleink itten nem annyira letörik az akaratunkat, mint a mazohizmusnál, hanem a énünket, a nyitott énünket, avval, hogy mi nyitottak vagyunk a szüleink felé, nyitott szívvel közelítsük őket meg, ki leszünk használva a szüleink szükségei miatt. Szóval a szüleink valahogy használnak, manipulálnak bennünket, és minkeztet előbb-utóbb észrevesszük gyermekkorunkban, és a reakciónk az, hogy többet nem akarjuk megengedni senkinek, hogy kinyissam a szívemet senki iránt, hanem mostan többet engem senki nem fog manipulálni, hanem majd én fogom kontrollálni a többieket. Ugye ezt én velem soha ne történjen meg. Szóval ez a fő probléma itten az embereknek. És ebből a védelem olyan lesz, hogy mink fogunk másokat irányítani, kontrollálni. Ha nagyon erősen pszichopatikus védelmünk van, akkor a fenti testrész sokkal fejlettebb lesz, az izmok, meg az egész testrész több energia fejlettebb, és a lábaink gyöngébbek, ilyen gyermekes módon maradnak. Szóval a lábainkban nem lesz olyan erős fejlődés, mint a fenti testrészünkben. A fenti testrész túlzásban lesz kifejlesztve, sok energiával,
ami szintén ezt az agresszív mozdulatot fogja támogatni bennünk. A következő védelem a merev. Itten csak egy kicsit valahogy. Itten ez a korszak, amikor történik, ez a freudian oedipális korszak után történik, mikor a korai szexualizáció megindul, amikor a szexuális hormonok megint aktiválódnak bennünk, van 3 éves korunkban, erős hormonális hatás alatt a testünk kezd fejlődni, és a tudatunk arról, hogy férfiak vagy kislány vagy kisfiú vagyok, megjelennek, akkor a fő szükségünk arra, hogy ezt a korai omnipotens érzéseinket, meg ezt a korai megjelenésünket, szabad, potens viselkedésünket egészségesen a szüleink tudják támogatni. Ha ez a támasz kimarad, és le vagyunk szégyenítve a korai szexualitásunk miatt, a természetes viselkedésünk, ösztöni viselkedésünk miatt, akkor elvesztjük a spontanitást, le leszünk szégyenítve, és egy túlzásba korlátozott viselkedést fogunk kifejleszteni. Sok önuralmunk lesz, ahol magunkat nem fogjuk megmutatni spontánon a világnak, hanem ilyen merev viselkedést fogunk létrehozni. Itten ebből a védelemből erősen adaptálhatjuk magunkat a kinti világ felé, szociális szinten nagyon sikeresek lehetünk, de az érzelmi szinten nem tudjuk a szívünket spontánan kinyitni, és esetleg az életünkben egy ilyen túl mechanikus életet fogunk élni, ahol hiánya lesz ennek a spontanitásnak, és különösen a párkapcsolatban nem tudjuk összehozni a szívünk és a szexualitást egy áramlatba könnyen. Úgyhogy a partnerünk esetleg panaszkodni fog, hogy nem mutassuk nyitottan meg az érzéseinket, hogy nem vagyunk spontánok, és a többi. Még egy pillanat csak. Jó, akkor mostan megállítsuk ezt a sharinget. Egy kicsit esetleg kifárasztó volt ez a elmélet, de ha vannak kérdések, vagy hogy valamit valahogy jobban megérthessünk, vagy meg akartok érteni, szabadon tegyetek fel kérdéseket erről a témáról, amiről ideig beszéltem. Vannak-e kérdések? Nekem lenne egy. Szóval ki beszél mostan, csak szeretném is. Zsuzsi vagyok, a videóm nincs bekapcsolva, csak a hangom. Jó. Jó, akkor Zsuzsi, mondd meg, azután Reni, te beszélsz. Zsuzsi, csak folytasd. Köszönöm. Nekem egy olyan kérdésem van, hogyha az első szint sérül, tehát, hogy sőt, már magzati szinten is, hogy ez kihat a többire? Tehát hogyha az valaki... van, igen, kihat. Szóval, mink átmegyünk az összes szakaszainkon, mind az 5 szakaszon átmegyünk, szóval mind az 5 szükségünkön keresztül mindenkinek van ezek a szükségek, mindenkinél megjelennek, és mindenkinél csak egy mértékben vannak egészségesen kitöltve. Valakinek egyik szintje nagyon rosszul van kitöltve, a többi szintje jobban van kitöltve. De úgy kell nézni, hogy az első szint az egy ilyen alapszint, a skizoid korszak, vagy ez a korai prepersonális traumák, a korai traumák, amikor még nem emlékszünk magunkról, ahol nincs emlékünk, ez az alapja a mi ego formációnknak, a énünknek a építésére. Úgyhogy kihatni a többikre is. És minden szakasz, a későbbi szakasz hatás alatt lesz a korábbi
hatásai alatt lesznek. Szóval úgy, hogy ez egymásba vagy bele vannak olvadva ezek a szükségek és a fixációk, amik esetleg megtörténtek velünk, abban a mennyiségben, amennyiben megtörténtek. Köszönöm. És szintén, mikor a félelem nagyon, mikor nem félünk, mikor nagyon biztonságban tartaljuk magunkat, ha nincs semmi, ami aktiválja a védelmeinket, ezt a karakter védelmeinket, akkor a védelmünkön kívül fogunk működni, a spontánabb, őszintén mélyebb énünkből fogjuk tapasztalni magunkat. De mikor a félelmek megindulnak, akkor a védelmek is aktiválódnak. Remélem, hogy válaszoltam a Igen, kérdésetekre. igen, köszönöm. Reni, tessék! Köszönöm, itt vagyok. Nekem olyan kérdésem lenne, hogy ha valaki több szakaszban sérült, akkor ez hogy jelenik meg a testalkatában? Mert nekem egy kicsit így üti egymást mondjuk a skizoid szakaszban lévő traumatizáció, mondjuk egy mazohisztikus szakaszban lévővel. Tehát akkor ez hogy jelenik meg a testalkatában? Úgy fog megjelenni például, hogy ha van skizoid alapja, erős skizoid alapunk, traumánk, abból a korszakból, és van erős mazohisztikus, szimbiotikus traumánk, akkor a mazohisztikus, szimbiotikus lesz a testi alkatásban jobban megjelenve. Legtöbbször úgy jelenik meg, hogy kövérebbek leszünk, súlyosabb testünk lesz, és nem lehet észrevenni a skizoid alapját olyan könnyen a testünkbe, de mikor dolgozunk az érzelmi állapotokba, akkor az diszociáció, ez a elvállás sokszor bejöhet, erősen bejöhet, és ez fogja utalni a terapeutai szinten arra, hogy valójában itt egy erős skizoid alapja van ennek a mazohisztikus védelemnek. És akkor mind a kettővel kell, hogy dolgozzunk. De akkor az is lehet, hogy valaki mondjuk sérült ebben a mazohisztikus szakaszban, de nem látszik a testalkatán, mert mondjuk nincsen túlsúlya? Van, de legtöbbször ez, ha erősebb, tényleg erősen mazohisztikus sérülése van, hogy a zakarata annyira le volt korlátozva, le volt győzve a szüleitől, le volt törve a szüleitől, akkor ha nem is jelenik meg mindjárt fiatal korában, de legtöbbször különösen a nőkné a gyermekszülés után, amikor a gyerekek 2-3 évesek lesznek, vagy öregebbek, akkor fog megjelenni. Szóval amikor másokkal kell, hogy foglalkozzak, és feláldozzam magamat a gyermekem miatt, akkor ez az áldozat szerep erősen meg fog jelenni. Ezt vettük észre, és szintén a férfiaknál is, mikor kapcsolatba kerülnek, és olyan kapcsolatot építenek fel, mint az anyukájukkal. Mikor a legtöbbször egy mazohisztikus férfi találni fog egy ilyen agresszívabb nőt, aki le fogja játszani vele tudatlanul azt, amit az anyukájával tapasztalt, túl sok kontroll, túl sok bűntudatot hoz fel a mazohisztikus férfibe, és akkor ez a bűntudat, félelem, megfelelési szükség miatt a mazivizmus erősebben meg fog a testi szinten esetleg jelenni. Ja, értem így, köszönöm. Van még kérdés? Igen, csak Petra, csak folytasd. Csak igen. Nem sikerült, köszönöm. Nekem az a kérdésem, hogy a traumatizációra válasznál, ugye néztük ezt a 4 elemet, és hogy ha jól értettem, akkor az első kettő az inkább egy nem akkora sérülésre adott reakció, míg hogyha nagyobb az inger, vagy a trauma, akkor a mélyebb rétegeken is érintődik, vagy másfajta reakciót vált ki az emberből, de hogy akár lehet, hogy többféle viselkedési mód rögzül az emberben, tehát hogy nem csak az egyik, hanem akár többféle is igen, megjelenhet igen. a későbbiekben. Igen, hogy egy domináns lesz,
épp úgy, mint a karaktervédelmek, mert a karaktervédelmek nagyon össze vannak kötve ezzel a négy reakció stílussal, szóval minden karaktervédelem jobban, legtöbbször egyfajta reakció stílus fog használni, de szintén attól függ, hogy milyen a benti állapot a személyiségnek, mennyire önbizalommal tapasztal a személyisége, és milyen a kinti aktiváció, hogy miből jön a trigger, attól függve változtassa a legfőbb védelmi stílusát, szóval a trauma válaszát. Szóval valaki először például esetleg nagyon a harcba lesz, és ha a másik is harcol erősen vele, és nagy ereje van, esetleg belemegy a freeze-be, vagy belemegy a szökésbe, vagy a lefagyásba, vagy a szökésbe, vagy esetleg ebbe a megfelelőségbe, hogy mondtuk, ebben fónba. És az is lehet, hogy akár felnőttként is különböző helyzetekben mondjuk más lesz aktívabb, vagy mondjuk, hogy másik traumához kapcsolódik a trigger, akár. Lehet. Szóval minden kombináció lehető, de azt fogjuk észrevenni, hogy ennek van egy ilyen stílusa is, hogy ha magunkkal foglalkozunk, akkor meg fogjuk látni, hogy milyen helyzetek hoznak milyen reakciót, hogy vannak helyzetek, amik legtöbbször fajtot fognak felhozni, vannak helyzetek, amik legtöbbször a szökés fogják hozni, és vannak helyzetek, ahol jobban ebbe a fóba megyünk, hogy nagyon megfelelni akarunk, szóval attól függ, hogy érintett a trauma bennünket, mert többféle traumánk van, és akkor minden traumatikus helyzetre másféle választ is adhatunk. Jó, köszönöm. Van még? Igen, tessék, Reni. Én még annyit szeretnék kérdezni, hogy és hogy látjátok a munkátok során, hogyha valaki dolgozik így a traumáin, akkor az okoz a testalkatába változást? Tehát másképp néz ki mondjuk 5 év intenzív munka után? Tehát... Igen, vannak, nem mindenki, de sok változások a testi szinten is az embereknél. Gondolom ez össze van kötve avval, hogy az emberek akarják is változtatni a testüket, nem csak avval, hogy spontánon történik, valakinél spontánon történik változás, valakinél meg együtt működik ebben, hogy tényleg akartam is, például ha valaki kövér, le akar csoványodni, de szóval nem sikerült ideig, és akkor, mikor feldolgozza a traumáját, akkor sokkal könnyebben betartsa az étkezését, úgyhogy egészségesebben étkezik, és ez látszódik a testén nagyon is. Vannak tapasztalataink ilyen fajták. Köszönöm. Van még kérdés? Nekem még lenne egy, hogy igazából az evészavarokkal kapcsolatos egy kicsit, és remélem, hogy érthető, amit kérdezni szeretnék majd, hogy ugye az, tehát hogy például ugye ez az étellel való kapcsolat, hogy ugye annak a kontrollálása, azt a mazohisztikus alkatnál említette, de hogy számomra az ugye inkább ez a skizoid fázisban történő vagy trauma, vagy nem biztos, hogy jót mondok, vagy jót kérdezek, de hogy ott például ez hogy néz ki, vagy van erre valami kifejezett, nem is tudom, hogy kérdezzem igazából. Szóval a étkezési zavarok, igen, azok egy szinten, szóval a mazohisztikusnál úgy jelennek meg, hogy túlesszük magunkat, és hogy nem tudjuk korlátozni. Ugye az idegség, hogy mondják, a idegességünket az étkezésre, meg az elégedetlenségünket az túlétkezésre fogjuk próbálni regulálni, hogy lenyugtassuk magunkat ebben. És ez ilyen obszesszív-kompulszív módon történik a mazohizmusnál legtöbbször. De szintén a skizoid meg az orális fázisban is sok étkezési zavar történhet, szóval az orális
korai orális, meg az orális fázis az össze van olvadva a skizoiddal. Itten az étkezés volt a fő, szóval a szopás volt a fő mód, ahogy mink az idegrendszerünket, mikor elkezdtünk szopni, és mikor ezt a archaikus mozdulatokat a szánkkal és a szívást, hogy a vákummal beszippantsuk a tejet a szánkba, ez egy ilyen archaikus ősi evolúción szinten fejlett viselkedés, ami nem az emberi, csak az emberi viselkedésről az egész emlőkhöz tartozik. És itten, ha itten zavarok történtek érzelmi szinten, akkor az étkezése is lesz probléma. Szóval bulimia, anorexia, testmorfizmus, ez mind ide valahogy ehhez a korhoz kapcsolódik. Itten túl sok kaotikus történet volt, ami az idegrendszer fölizgassa, és akkor ebben a kaotikus étkezés móddal próbáljuk, vagy ebben a nagyon aszkét étkezési móddal próbáljuk kontrollálni magunkat. Köszönöm. És ha dolgozunk ezeken a szükségeken ebből a korból, akkor enyhülnek ezek a szimptomák, az étkezési zavar szimptomák lassan, idővel enyhülnek. Ha dolgozunk a alapszinti érzelmi, nem befejezett dolgainkkal ebből a korszakunkból, egy 2 éves korunkból, való félelmekkel, meg szükségekkel. Oké, ha nincs több kérdés, akkor mondok egy pár szót még az iskoláról. Befejezzük itten, van még valami, vagy menjünk tovább? Maradt még valakinek kérdés? Nincs? Akkor megyünk megosztom szóval majd még nem mindjárt, de majd megosztom órarendszert. Szóval az ICD, Integrative Core Dynamic, a mi módszerünk, mondtam, hogy a Core Energetics-ből származik, az alapja a Core Energetics-ben van, és erre a kollégáimmal felépítettünk egy olyan rendszert, ahol a újabb kutatásokat a kötődési elméletből, meg a gyermekkori fejlődésből és a trauma munkából integráltuk ebbe a Core Energetic alapokba. És az utolsó körülbelül egy évvel ezelőtt, hogy még nincs is, nem is múlott el egy év, múlt áprilisban az iskolánk el lett fogadva az Európai Testorientált Pszichoterápiás Asszociációba, szóval a EABP-től akkreditálva lett a programunk. Szóval az ICD program egy akkreditált program az Európai Testorientált Pszichoterápiás Egyesülettől. Az azt jelenti, hogy az egész Európában ez a program el van ismerve, mert mind egy akkreditált program. Mink a programot pár fázisba tartjuk, az első 2 év jobban a önismerettel foglalkozik, és avval, hogy ezeken a az alanyítés szintén, hogy tapasztaljuk, nem csak körülbelül 50% a program kognitív előadás. Két évben állunk ilyen spirális mozdulatban a témákban, az alaptémákban, a karaktervédelmeket megismeritek, átmentek a tapasztalatokon, és szintén megismerkedünk az alap térképeinkkel, mind a maszk alacsonyabb én, magasabb én, hogy a énünk hogy működik, a
az árnyékunkkal, a pozitív szándékunkkal, a negatív szándékunkkal, a hamis énünkkel, a hazug énünkkel, a maszkkal. Szóval ezzel foglalkozunk, hogy megértsük, hogy valójában miért építettünk mit fel, hogy bírunk ezzel dolgozni, és hogy bírjuk elfogadni magunkat ilyennek, tökéletlennek, amilyenek vagyunk. Hogy ez a mindig tökéletes kell, hogy mindenben legyek, ez egy ilyen túlzásba vitt cél, ami szenvedés felé vezet bennünket, ha már úgyse bírjuk elérni egy életben. A következő harmadik meg a negyedik év a programunkban avval foglalkozik, hogy ezt, amit tapasztaltunk az első két évben, mélyebb spirális körben újból tapasztaljuk, és itt a gyakorlatok meg a tapasztalatok arra fognak vezetni benneteket, hogy jobban egymás között is dolgozzatok egymással, hogy lassan azt, amit magatokban tapasztaltatok a kommunikáción keresztül, meg a praktikus gyakorlatokon keresztül a másikakkal is bírjátok egymást segíteni, hogy ezeken a fájdalmakon túlmenjetek, átmenjetek rajtuk, és pozitív élményt hozzatok magatoknak. És a szóval a harmadik, negyedik év már a praxissal foglalkozik, és ilyen praktikus, terápiás praxist hozunk be, ahol alapszinten tudtok kezdeni dolgozni az emberekkel. Azok, akik érdeklődnek arra, hogy befejezzék a végső részét a programnak, ez 8 weekendből ilyen másfél éven keresztül zajlik, ami a terapeutai szintet képviseli. Ez az ötödik és az öt és fél éves program, szóval ez az utolsó része a programnak, ahol a terápiás folyamatokkal foglalkozunk, szupervízión keresztül, gyakorlatokon keresztül tényleg segítsük az érdeklődőket, hogy elsajátítsák ezt a fajta módszert, ezt a fajta segítséget az másokaknak, hogy meg tudják praktikusan használni. Itten szupervízió alatt kell, hogy legyetek, hogy ezt bebírjátok fejezni. Ha most megosztom az órákat. Akkor itten az egész programunk ki van jelölve órákban, szóval az alapszinti 4 év, amiről beszéltem, azt jelenti, hogy az első évben körülbelül 200 óra program van, nem mindet az iskolába csináljuk, 20 óra individuális terápia, hogy legyen valakivel, aki testorientált pszichoterápiával tud dolgozni veletek, eztet a 20 órát, eztet, ami itten 20 órának van írva, eztet az iskolán kívül csináltok. A többi 30 órát, eztet az iskolán belül tapasztaljátok a gyakorlatokban, meg a egyéni munkában, a csoportban, amit tapasztaltok. Körülbelül 75 óra teória, teoretikus rész van, elméleti rész és 75 óra praktikus rész. És így van a második évben is, hasonló óra időpontokból áll. A harmadik év meg a negyedik évben behozzuk azt, hogy még 6 óra a pszichoterápia mellett, 20 óra pszichoterápia mellett, 6 óra szupervízió kell, hogy évente legyen individuális szinten, szóval az iskolán kívül. Ez a többi 14 óra, ez az iskolán belül történik, ahol csoportba kapjátok. De muszáj, hogy a két évben összesen 12 órát összehozzatok szupervízióból, ahon valaki, akinek megvan ez a mi szupervízorunktól, szupervizálja a munkátokat. És akkor azután a másfél éves programban, itt a 400 óra, szóval a program mellett, aminek csak 200 óra körülbelül nálunk történik. A 400 óra itten ebből a 622 órából a kliensekkel. Szóval
klinikai praxis, hogy valakivel dolgozzatok. És 180 óra az iskolában van, és 20 óra pszichoterápiát kell, hogy még csináljatok az iskolán kívül, és szintén 12 óra szupervíziót az iskolán kívül kell, hogy csináljatok, hogy legyen egyéni szinten is szupervíziótok. Ez mindössze 5,5 év, 1422-es program összesében, ami megfelel a európai testorientált pszichológiának a standardjával, vagy a kérésükkel, hogy ennyi óra program legyen. És ez nem csak a testorientált pszichológiában, hanem szintén a pszichoterápián, hanem szintén a kognitív pszichoterápiás iskolásokban is az egész Európában körülbelül ennyi óráról van szó. És kimegyek ebből, visszajövünk. Szóval ezzel itten megmutattam, hogy körülbelül hogy néz ki a program. Ha van kérdés a programról, szívesen válaszolok a kérdésekre, és szintén, ha érdekel benneteket a program, jövő héten indul, még bebírtok kapcsolódni a programba, indul a második hétünk. Úgyhogy van még hely, ha valaki be akarna kapcsolódni a programba az első évre. Minden évben körülbelül szeptemberben kezdjük az első hetünket. Pillanatnyilag 17-en vannak az első éven, és ha még valaki esetleg be akar csatlakozni, bebírt csatlakozni. Ha van valami kérdésetek erről a programról, szívesen válaszolok. Szia! Engem érdekel, lehet, hogy nem vagyok látható, meg én később kapcsolódtam, de bocsánat, dolgoztam. Engem érdekelne a képzés, és az érdekelne, hogy ez magyarul zajlik, vagy angolul zajlik, vagy ez így hogy van, illetve hogy hol van ez helyileg, vagy így most így nagyjából egy képet kaptam erről a 4-5 évről, de hogy így, mert mondtad, hogy ez most így elindult, hogy lehet ebbe becsatlakozni, vagy hogy néz ez ki, hogy ebbe egy picit így lehetne egy részletesebb információt kapni, mert engem nagyon érdekel. Én az integrált kifejezés és táncterápiát végeztem, és hogy így mennék szívesen tovább. Szóval a legtöbb programnak magyarul zajlik, szóval én előadok, a Marci, Györgyi, szóval budapesti tanítóink vannak, akik veletek dolgoznak. Vannak mellettem Horvátországból mindig legtöbbször egy horvát tanár jön, aki nem tud magyarul, azok angolul adnak elő, de ők csak egyik részét a programnak fogják tartani, és szintén fordítás, magyar fordítás van, ha a csoportban van szükség rá. Ha van valaki, akinek szüksége van fordításra, akkor le lesz fordítva, vagy le van legtöbbször mindig le van fordítva magyarra. Ők már évek óta jönnek, és azt gondolom, hogy a magyar tanítványok szeretik is, hogy jönnek Horvátországba. Ezek magyarul nem tudnak, és ez csak így tudatán a programnak angolul van, mikor ők előadnak abba az osztályban. Ez hétvégente van általában, illetve ez havonta hány nap, vagy ez így hogy? Szóval úgy csináljuk, hogy ezt a 200 órát megosztjuk több szakaszba, 4-szer évente 5 napos programunk van, ami körülbelül reggel 9-től fél 10-től indul, és 6 óráig tart, délután 6-ig, utolsó nap fél 5-ig, szóval az utolsó nap vasárnap az rövidebb, ebédszünetünk van, a másfél, más 1 óra 45 perces szünetünk szokott lenni. És akkor ebben van elmélet is, meg gyakorlat is már, vagy ez... Igen. Ahogy mondtam, nem tudom, itt te voltál, amikor beszéltem, hogy körülbelül fele gyakorlat, fele elmélet. És a programban van szintén hetente
egyszerre, szóval van, szóval a karaktervédelmek mellett dolgozunk egy félnapos tánc, egy ilyen 3 órás táncprogram van, ahol ilyen szabad öt ritmus stílusú táncot szoktunk vezetni. Szintén van sok légzési gyakorlat, szóval légzéssel is dolgozunk, ilyen légzési terápiákkal, hogy a hormonokat a testbe alkalmazzuk a légzésen keresztül, úgyhogy a program eléggé kreatív, szóval nem csak a karaktervédelmekkel állandóan. Az is sok ott van, de ott van a gyermekkori traumákkal, a fejlődési traumákkal a munka, hogy kell dolgozni, és sok tapasztalat van, mondom, ami a testen keresztül zajlik. Vannak itt esetleg emberek, akik vannak az iskolában, esetleg ha akartok valamit mondani, hogy amit én nem mondtam meg, hogy ha világosabban értse meg, hogy miről van szó, ha valaki akar mondani. Én szívesen, sziasztok, pont ezen gondolkoztam, hogy nem vagyok felbérelt embered, de szívesen mondok negyedévesként pár szót nektek, hogy én nagyon szeretem ezeket a hétvégéket, vagy szerdától vasárnapig, azért azt nem lehet mondani, hogy ez nagyon pihentető, mert mély munka, de közben nagyon gyönyörű a munka. Szóval, hogy nagyon sok egyéni folyamatra van alkalom, hogy végignézzétek egymás folyamatait, és elképesztően sokat ad. A csoport jelenléte nagyon nagy erő a gyógyulásokhoz, és tényleg nagyon szeretjük ezt, hogy ilyen vegyes a tanári társaság, és nagyon szépen beszélnek angolul, de nagyon szépen fordítják is a kollégák angolul, és nagyon jó a változatossága is, hogy különböző tananyag részeket mindig mástól hallgattunk, és mindenki nagyon magas minőségben dolgozik, úgyhogy hát én nagy elkötelezett híve lettem ennek a módszernek, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. És a belső út is egy ilyen fantasztikus, szóval én terapeuta vagyok, 30 éve nem hagytam abba az önismereti munkát, de azt gondolom, hogy ez a 3 év nagyon nagyot lódított az összes többihez képest a belső folyamataimhoz, és így nagyon gyönyörködök abba, hogy mindig csak a lélek útjával foglalkoztunk, de amikor elkezdjük ezt a testhez kötni, akkor megsokszorozódik a hozadéka, szóval, hogy én ezt érzem most. Én még az volt a kérdés, köszönöm, Klári, hogy mondtál róla, látom, hogy másik szempontból látod, és én nem hangsúlyozom azt, amit én kívülről nézem, te belülről figyeled, mint tagja a csoportnak. Úgyhogy megköszönöm, hogy mondtad. És szintén az volt a kérdés, hogy hogy tartsuk, hol tartsuk. Szóval a helyeket többször is változtattuk, a koronakrízis miatt kellett, hogy változtassuk a helyeket, ott, ahol nem bírtuk megtartani ebből meg, vagy abból a szempontból a korlátozások miatt, akkor változtatni kellett helyeket, úgyhogy mostan 2 helyen zajlik a programunk. Egyik része mi a neve az utcának a városba, mi is a neve? A Lehel utcán van. A Lehel utcában van, a másik része meg Pécelen van, de az elsősök a Lehel utcában lesztek, szóval a városban, Lehel utcában egy teremben vagyunk, és szintén mostan nézünk nagyobb termet, mert alig hanem, hogy az első évnek nagyobb teremre lesz szüksége. Úgyhogy egyelőre 2 helyen vagyunk, de szintén a helyek változhatnak, hogyha találunk nagyobb helyet, vagy szüksége lesz nagyobb helyre, akkor nagyobb termekbe fogunk menni. Én szeretném megkérdezni, ha lehet, hogy én táncosként és szupervizorként dolgozom, és meg lehet-e, van-e olyan lehetőség erre, hogy egy ilyen workshop-szerűen megismerni, úgy, ahogy most lesz Debrecenben, vagy valamelyik jövő héten, vagy ezen a héten, nem is tudom, Debrecenben lesz egy workshop, ha ugyanerről beszélünk, ugyanerről a megközelítésről, hogy van-e ilyen, hogy egy picit így test közelbe meg tudja az ember ezt érzékelni, vagy benne lenni?
Hát mostan egyenlőre én nem tartok egyéni ilyen bemutató műhelyt, mert nagyon szűk az időnk, és sok a programunk, úgyhogy nincs idő rá, de gondolom lehet a Marci szokott tartani ilyen bevezető műhelyt, 3 órás, 4 órás műhelyt, vannak ezek a táncműhelyink, amik Debrecenben vannak, és szintén szokott a Institúri Séva is, és a Molnár Adrien is tartani. Budapesten is ilyen táncműhelyt, ahol jobban a táncon keresztül dolgoznak, de szintén beszélnek erről, mert ezt is az ICD-be is csinálják, szóval beszélnek arról, hogy mit csinálunk itt is. De a másik lehetőség az, hogy esetleg valaki, akit érdeklőli, eljön egy hétre, kifizeti a hetet, és ez egy ilyen próba hét lesz, nem muszáj, hogy köteleződjön az egész programra. Szóval egy hetet meg lehet próbálni, mielőtt bezártuk a csoportot, mint próba hetet. Az első... Tehát akkor azt három... jelenti, hogy most még nyitott csoport van, tehát be lehet kapcsolódni. Igen, az első 3 alkalom az első évben nyitott szokott lenni, mivel nem tudtuk könnyen összehozni a csoportot, hogy biztosak legyünk, hogy meg fog maradni 4 évben, akkor úgy csináltuk, hogy mivel nem élek ott a Budapesten, nem bírom így összeszedni a csoportot, mint Zágrábba, de most vagyunk 17-en a második kör után, úgyhogy lehet, hogy ezután be fogjuk csukni, bezárni, nem fogjuk a harmadikig tovább tölteni a csoportot, mert meglássuk, hogy hányan lesz mostan. De mostan még be lehet csatlakozni, úgyhogy csak nem kötelezed el magadat az egész évre, hanem csak erre a napokra, egy hétre vagy 5 napra. Ez a lehetőség. Mit jelent, hogy mikor lesz ez a becsatlakozási lehetőség? Jövő szerdától, 27-től 31-ig, október. Köszönöm szépen. Okay. És ha érdekel, akkor a Marci, nem tudom, hogy voltál az oldalainkon, akkor a Szemerei Marcinak jelentkezni lehet, van az oldalunkon, meg van a e-mail. Igen, igen. Laci, a kis József írt a csetbe, hogy nem tud kérdezni, mert nem jó a mikrofon, de szeretné tudni az árakat, hogy előképzésekhez és életkorhoz van-e kötve. Közben arra válaszoltak, hogy nincs életkorhoz és végzettséghez árakat nem válaszolták meg eddig neki. Igen. És az árakat én mostan fejből nem tudom pontosan, de körülbelül 370 euró forint árban vagy euróban lehet. Keresem már az e-mailjeim között. Mert minden évben egy kicsit másmilyenek voltak az árak, úgyhogy azt gondolom, hogy 375 euró egy hét. És ha vannak engedmények abból a szempontból, hogy valaki kifizeti az egész évet egyből, akkor 5%-os kedvezménye van. Ja. Halló? Halló? Valaki valamit kérdezett? Én szeretnék kérdezni. Szia, Orsi! Aha, egy speciális kérdésem van, nem fog szerintem sok embert érinteni. Egy hónapja volt egy balesetem, eltörtem a csukmat, és most ilyen, hát, vagy 2 hónapja, bocsánat, 3 hetes műtéttel vagyok. Te mit javasolsz így beszállni a tanfolyamba teljes... Öngyilkosság lenne valahogy, tehát hogy ugye fizikailag nem tudom úgy terhelni, de hogy így megérni, azért elkezdeni? Vagy... Nézd, az, hogy szóval a lábod egyik csuklód? Nem, a jobb csuklóm, igen, a domináns kezemem. Tehát, hogy a kezeden vagy a kezeden? A kezem, a jobb csuklóm, igen. Ja. Nézd, szóval... Biztos, hogy korlátozás lesz abból a szempontból, hogy sok dolgot nem bírsz teljes erőből csinálni, de vannak emberek, akiknek betegségeik is voltak a csoportban, akik nem annyira testileg, nem annyira aktívak lehetnek, reumatikus betegség vagy hasonló, és szintén csoport tagok voltak, és tapasztalni bírt. Tőled függ, hogy akarsz jönni, ha akarsz, eljöhetsz. Gondolom, hogy tapasztalhatsz, de mondom,
lesz valamennyi korlát, az biztos, hogy jó. Bírod. Jó, köszönöm szépen. Csak hogy nem kizárok. Jó, köszönöm. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ez az európai akkreditáció a végén, ez mire jogosít fel engem, hogyha nincsen egyébként jelen pillanatban, meg nem is lesz addigra pszichoterápiára feljogosító végzettségem. Tehát így segítő foglalkozásuként mire elég ez nekem? Szóval ezt itten én mostan a magyar, én a horvát törvényt ismerem, szóval minden európai országban olyanok a törvények, hogy a ország törvénye nagyobb hatású, mint az Európai Uniónak a törvénye. Szóval ez a, ilyen törvények vannak, hogy azt, amit a magyar pszichológiai törvény hoz, vagy ez a, nem tudom, hogy hívjátok magyarul ezt, tehát, szóval a pszichológiai kör milyen törvényeket hozott, ettől így fog, így bírjátok akkreditálni Magyarországon magatokat. Szóval ti nektek, ti megkaphassátok az európai akkreditációt, szóval ha tagja akartok a befejezett program után, tagja akartok lenni az EABP-nek, és ebbe az asszociációban megkaphassátok a diplomát, abból a szempontból, hogy ott ki lett szírva, hogy ez az EABP akkreditálja a ti befejezett programotokat, mint testorientált pszichoterápiás szakembert, de Magyarországon épp úgy, mint Horvátországban a magyar törvényhez kell, hogy nézzetek és csatlakozzatok ahhoz, hogy lehet Magyarországon pszichoterápiás munkát végezni. Tudom, hogy nem könnyű, tudom, hogy sok korlátok vannak is, de tudom szintén úgy, hogy sokan dolgoznak, mint pszichoterapeuták, akik befejezték az ilyen programot is. Egyenlőre nincs nagy problémájuk, nem volt semmilyen probléma a hatalommal. Esetleg Klári, tudsz erről valamit szólni? Hajnél nincs itt a Klári elment. Nem tudom, most a más... Klári, tudsz erről? Csak a hangot? Én is ennyit tudok, mint te, hogy itt a legtöbb irányzatot, ami új, ezt nem fogadják el. És hogy dolgoztok? Hogy dolgoztok akkor, aki dolgozik? Hát nézd, én a családállítással vagyok így, hogy német területen végeztem, és itt a családállítást nem fogadják semmilyen módszernek, nem hogy pszichoterápiásnak, de én ettől még viszek csoportokat, soha nem bántott érte senki. Szóval, hogy gondolom, hogy ez ugyanígy tud működni, hogy akkor kezded el, amikor úgy érzed, hogy kész vagy rá, és hogyha vállod a felelősséget, akkor ezért szerintem nem bántanak. De jogosan használhatom. Tehát mi lesz a, úgymond a megnevezése ennek a végzettségnek? Tehát tartalmazza a terapeuta a szót? Mert ugye erre ugranak meg. Nem tartalmazza. Mink ezt kitettük, mink le van írva, hogy Európai Asszociációtól akkreditált testorientált pszichoterápiás módszer, de a befejezettségben nem ezt a szót használjuk, hanem alkalmazó, módszer alkalmazó, ICD módszer alkalmazónak nevezzük. Jöttem. Úgyhogy ez ne legyen a kormánynak a, hogy mondják, a törvényen ne legyen ütközésben, mert nem bírjuk ezt így nevezni. Magyarországon sokkal szigorúbb, mint Horvátországban, például a törvény Horvátországban, mikor befejezzük ezt az iskolát, akkor ha van university, másféle university iskola, akkor még be kell fejezni egy másfél éves ilyen propedeutika, pszichoterápia, egy ilyen programot, amit az ország, a kormánya, a pszichoterápiás, horvát pszichoterápiás egyesülettel felépített, ahol adnak alapszinti információkat a betegségekről, a diagnózisról, amit akarják, hogy minden terapeuta hasonlóan ismerje, mint ahogy a kormány akarja. Úgyhogy ezt Magyarországon esetleg fel kell építeni a Marcia
szomaton keresztül, a Szemere Marcia szomaton keresztül próbálkozik ilyen felépítést csinálni, úgyhogy ha befejezitek a mi programunkat, akkor esetleg és a szomató egyesületnek a tagja is vagytok, akkor még 5%-os kedvezményt kaptok a programról, és szintén befejezve az ő programjukat, még ilyen 400 órás ilyen kognitív, a testorientált pszichoterápiáról, meg a diagnózisról, esetleg még egy ilyen támogatást kaphattok, ami esetleg valamikor, ha Magyarországon kicsit változik a helyzet, mert ez se lehet 100 évig, így ahogy van valamilyen alkalmazkodás, muszáj, hogy az ország szinten is történjen, mert ezek az összes európai országokban lassan valamiféle módon kommunikálnak ezek a privát pszichoterápiás iskolákkal, mert lássák, hogy nagyon sok ember itt van, és nagyon sok ember az ő segítségüket kéri, nem a klasszikus ország pszichoterápiát kérik, hogy segítségű. Úgyhogy próbálkoznak alkalmazkodni, úgyhogy gondolom, hogy előbb-utóbb Magyarország is ki fog nyitni magát, hogy kicsit liberálisabb módon kezelje ezt a helyzetet. De egyenlőre, ja, én ismerek sok terapeutát Magyarországon, aki dolgozik ezzel vagy hasonló módszerrel, és nem volt neki semmilyen baj a kormánnyal. Szóval... Köszönöm szépen a választ. Egy kérdésem lenne, jól értettem, hogy jövőre is terveztek indulást? Minden évben. Szeptemberben kezdődik az új program, ez a tervünk. Ha a helyzet megengedi, akkor folytatni fogjuk a programainkat. Köszönöm szépen. Van még kérdés, ha nincs, most már befejeztük ki, időleg is átmentünk a tervezett időnkön, ha még valami fontos kérdés van, szívesen válaszolok, ha nem, akkor lassan itten befejezzük. Hello, lehet még kérdezni? Igen, tessék. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a szerdától vasárnapig milyen gyakran van? Havonta, vagy egy évben hány ilyen alkalom? 4 évente, szerdától vasárnapig. Szuper, köszönöm. 4 évente. Mostan az októberi lesz, akkor nagyobb, legtöbbször januárban már folytatni szoktuk, vagy novemberben kellett volna, hogy legyen ez a hétvég, és akkor január végén a második, vagy február elején a második, de mivel ez a COVID, tavaly a COVID-dal ilyen nagy cirkusz volt Magyarországon, akkor úgy csináltuk, hogy októberben, mielőtt ez a hidegség bejön, és akkor az országok, kormányok kezdik korlátozni a dolgokat, akkor, hogy addigra befejezzük a második alkalmat, és a harmadik csak február közepén lesz, vagy az első két hétben lesz, úgyhogy itten ebbe a leghidegebb részben, mikor legtöbb ilyen korlátokat szoktak hozni, akkor ne legyen ez a programunk. De legtöbbször úgy volt idáig, hogy minden két hónapban szoktuk, és akkor nyári szünetet csinálunk. Szóval szeptember, november, február, április, vagy május, és akkor nyári szünetet szoktunk tartani, akkor nincs programunk. És így 4 évig. Köszönöm szépen. Akkor köszönöm én is a figyelmeteket, remélem, hogy nem voltam túl hosszú ebben, amit mondtam, tudom, én is már többször mondom ezt a témát, én nekem valamikor már unalmasnak tűnik, úgyhogy remélem, hogy nem unatkoztatok, mikor erről beszéltem, hogy nektek érdekes volt. Én már 100-szor átmentem rajta. Köszönöm a figyelmeteket, és esetleg találkozunk másik alkalommal. Tartok majd még ilyen előadásokat, vagy élőbe a műhelyünkön. Jó éjszakát mindenkinek! Szia, Laci, sziasztok! Szia! Kérdezz még valamit? Kérdezz meg! Nem tudom, arra van-e a lehetőség, hogy volt ICD műhelyen, és hogy... bemutató műhelyen, és sok kérdés felmerül, de hogy ez esetleg személyesen itt még a csoport után megkérdezhetem-e tőled, kaphatok esetleg rá választ. Ja, de a mikor... kérdés lesz majd, lenne. Mikor most akarod megkérdezni, vagy mikor a többiek kikapcsolódnak? Inkább a csoport után, igen. Ja, itt maradok akkor, ugye?
hogy lehetséges-e, de akkor köszönöm szépen a lehetőséget. Ez a egyik nő itt fog maradni, de ő nem tud magyarul, úgyhogy ő itt lesz. Annyira nem zavar, csak nem akartam már a csoportot se húzni, meg inkább személyesebb egy kicsit. Nem akarnak kimenni most, ha mindenkit érdekli, hogy mit akarsz kérdezni. Nem akarnak elmenni. Jó, hát akkor én így ezt így bevállalom, nincsen semmi gond ezzel. Azt éreztem a csoportfalkozás alatt, hogy az én idegrendszerem az nem bírja még el ezeket a gyakorlatokat. Valószínűleg olyan szinten érint, vagy traumatizáltódottam az utóbbi időszakban, hogy ez most sok. És ezt el is fogadom, és ebben is van, csak hogy az a kérdésem is, hogy ebből a való, nem is tudom, gyógyulás, az inkább, tehát hogy akkor helyem inkább az idegrendszeremet, és most inkább kell egy ilyen pihentetőbb, gyógyulószak, és utána vágjak bele egy ilyen munkába, vagy milyen módon lehet akár ezt a gyógyulást megtenni? Szóval nem tudom, hogy hallom, hogy mit beszélsz, nem tudom, hogy nem voltam ott, azt nem láttalak, hogy reagálsz, hogy milyen traumatikus reakciójaid vannak. Szóval szerintem azt kellene megpróbálni, hogyha jelentkező egyéni, ha például eljönni egy ilyenre, akkor hogy az egyéni folyamatokban az első nap, meg az utolsó előtti nap mindig van egy ilyen egy nap vagy fél napos egyéni rész, ahol a csoportba jelentkezhet valaki, aki akar dolgozni magán, és akkor mind dolgozunk velük, veletek, hogy akkor egy ilyen folyamat után, vagy egy-két folyamat után tovább is ezek a félelmek ennyire feljönnének, azt, amit mondtál, hogy traumatizálódás felé vezetnek, vagy úgy éreznéd, hogy ha átmész a te folyamatodon személyesen, hogy akkor ez meg egy nyugtat. Ettől bírnád tudni, hogy fogsz reagálni. Úgyhogy itt én most nem, mondom, nem láttalak, úgyhogy nem bírok egy ilyen pontos választ adni az én szempontomból, hogy fog hatni rád. Esetleg, mondom, ez a lehetőség van, hogy kipróbáljál egy hétet, még meg lehet próbálni ilyen próbahétet, és akkor meglátnod, hogyha jelentkező és átmész a folyamaton, hogy reagálsz rá. A másik lehetőség meg az, hogy valakivel dolgozza egy ideig, ha akarsz a programba jönni, jövő szeptemberig egyéni szinten, valakivel, aki evel a félelmeiddel dolgozik, meg az idegrendszerre nyugvásával dolgozik, és akkor ha úgy érzed, hogy akkor mostan jobban kívánsz azután jönni, akkor jöhetni azután. Szóval több lehetőség van itten. Köszönöm szépen. Egy kicsit csak így azt tenném hozzá, hogy nem annyira a mély munkával van gondom, mert hogy azt gondolom, azt már itt sokat is csináltam, meg persze lehet olyan rétegeket is elérni, ami már nehéz vagy stresszes, hanem inkább a csoport folyamatban megélt dolgok voltak az én idegrendszeremre inkább nem újra traumatizálok, hanem inkább... Mit éreztél? Hogy inkább a... Milyen gyakorlatot csináltál csoportban, vagy mi történt, amit úgy éreztél, hogy így túl sok neked? Inkább azt éreztem, hogy azok a folyamatok, amiben benne voltam, ugyanúgy érintenek, mint ami mondjuk megcibált az idegrendszeremet korábban. Akár ezek mondjuk ilyen agresszív megnyilvánulások, vagy kiabálások, feszültségkiadások voltak mások részéről. Szóval itten látom, hogy miről van szó. Itten csak akkor fogod bírni ezt a munkát egészségesebben tapasztalni, ha te is belemész a te dühödbe. Szóval addig még te nem találkozol a te düh reakció jaiddal, amik a félelem mögött ott vannak, mert megijedtél, és a frusztrációddal, meg avval, hogy határt csinálj,
annak, ami neked túl sok, és esetleg ezt erélyesen ki tud fejezni, addig ez mindig ez a visszavonulás, ez a visszatartás, visszahúzás, szökés, ez nem segít abban, mert megint úgy érzed, hogy ott vagy egy olyan helyzetben, ahol sok zaj van, ahol sok agresszió történik, és ez nagyon-nagyon hat rád ki. Úgyhogy mondom, hogy itt először, mikor ilyen történik, akkor én azt a támogatom, vagy azt javasolom a csoporttagnak, akinek ilyen problémája van, hogy egyenlőre én is ott vagyok mellette, hogy fejezze ki az erejét. Először fél ettől, de ha kifejezi az erejét, akkor lassan ez a másoknak az ereje kisebbnek tűnik, és lecsökkenik ez a félelem ettől a hazajtól. De mondom ezt most így kognitívan így mondhatom, de tapasztalnod kell. És akkor látni, hogy ez működik-e nálad, vagy nem. Értem. Jó, köszönöm szépen. Jó, akkor itt van, ezzel akkor befejezzük, és egy másik alkalom esetleg tovább találkozunk. Jó további estét kívánok nektek, és elköszönök tőletek. Köszönjük szépen, köszönöm.